Alig, hanem az egész ország fogja Áront várni, és akkor most London Calling, a Digisport kommentátora, a riportere Haraszti Ádám ott van végig az olimpián, hogy a helyszíneket bejárva a város sok szegletébe bekukantva, érdekes adalékokkal szolgálva küldje helyszíni hangulatjelentéseit. Találkozunk majd vele minden reggel képben és vagy hangban. Nézzük, mi folyik a Temzénél, már is kapcsoljuk Londont, elvileg Ádám itt van velünk a vonalban. Halló, szia, jó reggelt, Ádám! Jó reggelt, remélem gyakorlatilag is. Hát a gyakorlatilag is. Nézzük először, hogy hol vagy, mert mondhatnám azt, hogy elég szép nagy lakást béreltél, erről van szó, vagy pedig máshogy tartózkodsz? Hát sajnos nem egészen, mert így vagy nézegetem a képet, hasonlíthatnak el egy reptéri termináláshoz is. Ez az olimpiai sajtóközpont, ahol itt ragadtam sajnos gyakorlatilag, vagy hát nem sajnos, mert inkább ragadjak itt minden est, hogyha az kell ahhoz, hogy magyar aranyérmeseket lássunk minden nap. Tegnap este itt helyi idő szerint olyan 11:30-12 körül érkezett meg ide a sajtóközpontba Szilágyi Áron, Török Olivérrel, a Magyar Olimpiai Bizottság sajtófőnökével, és itt még a maradék idézőben, a maradék tévések, miután a közmédiát kiszolgálta idézőjelben Áron és edzője, Somlai Béla, még nekik is a rendelkezésünkre álltak, ezt a gény már nagyon fáradt volt, itt tényleg azt vártam át, hogy váltassa az utat az ágyába, mert tényleg nagyon el volt készülve, nyilván hogy az egész nap is sokat kivett belőle, utána még itt a szaladgálás az olimpiai parkban. Szóval hosszú éjszaka volt, én csak utána kezdtem ugye hazaküldeni az anyagot, ez olyan nagyjából 2:30-ra ért véget, úgyhogy hát ebben a nagy odályban töltöttem az estét. Igen, tudom, mert közben többször váltottunk SMS-t is. Ádi, azt mondd meg, hogy az első benyomásaid, az első hangulatok, tehát most már bekvártéoztad magad, és hát nem csak ebbe a sajtóközpontba. Milyen így első benyomások alapján ennyi idő alatt milyennek látod az olimpiát? Szimpatikus, mint Peking volt, de hozzá kell tennem azt is, hogy Pekingből, hát lehet, hogy prekoncepcióval is érkeztem annak idején oda, de elég tavanyi szájízzel jöttem itt onnan. Egyrészt azért, mert saját magammal szemben is maradt hiányérzetem, mert nem éreztem azt, hogy úgy sikerült volna elvégezni a saját dolgot, ahogy ezt szerettem volna, de másrészt az egész olimpia nekem egy kicsit olyan kínai erődemonstrációnak tűnt, szóval nagyon kevéssé szólt a sportról. Itt azért más lesz szerintem a helyzet. Én ezt gondoltam már előtte is, és hát a megnyitó ünnepség, meg az első két nap abszolút ezt támasztotta alá bennem, szóval nyilván sok a munka, meg fáradtó, meg sokat prolongálat összedik, de nagyon élvezem, és tényleg azt érzem, minden egyes sarokban mindenki, az önkéntesek, a hivatalos dolgozók, a katonák, ugye itt csak az utolsó pillanatban ugrottak be, hogy itt kisegítsék az olimpiai szervezőket, mindenki végtelenül segítőkészen, és nagyon örömteli módon boldogan áll hozzá az egész dologhoz. Voltak, ugye hallhattuk a fanyalgó híreket Londonban a közlekedéssel kapcsolatban, volt rengeteg más probléma is, de ezekből nem sokat tapasztalok, szóval a napoknak gyakorlatilag majdnem az intenzív órák felét töltöm bent, meg kint a városban is rohangálva egyelőre az eddigiek alapján, és nem nagyon találkoztam tényleg olyan, aki negatív módon állt volna hozzá az olimpiához, és tényleg különösen a megnyitőnökséggel kapcsolatban szinte csak pozitív olyanit hallottam csak. Ádám, hát akkor kalandra fel, minden reggel találkozunk, most azért aludj egy picit, és akkor folytatjuk holnap reggel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.